Sziasztok megint! Itt vagyunk, és játszunk az FTB-vel, ugye? Én nem csináltam semmit két rész között. Szégyeld magad! Mert 3 másodperc telt el leforgatásuk között. Szóval mi az, hogy nem csináltál semmit 3 másodpercig? Nem azért vagy itt, hogy hasznosítasd az időt? Bocsánat. Szóval ugyanabban a pózban vagyok 3 nappal később, mint ugye a videó felmegy. Mindegy. Fúj! Te igénytelen állat! Lemarad fogadni, még meg sem mosakodtál ez alatt! Nem. Fúj! 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 Hát jó, mondjuk minden. Szerintem már folysz is ebben a melegben. Hát, már olvad az üveg. Hát. Olvad az ember agya is. Ebben a melegbe. Tudnék példákat mutogatni. Ha. Ezt meg lehet enni? Mit? Ez ilyen... Ja, meg lehet enni, de jó. Ezeket a... takonygolyókat. Á, igen, ezt meg lehet enni, de én inkább azt kihagynám. De tök jó, egyet visszatáplál egyénységet. Igen, de már csak a leírásból se. Ez nem, semmit nem csinál, visszatáplál sokkal, mint a rothadt hús. Mondjuk igen, inkább ezt tenném, mint a rothadt húst, mármint valóságban is. Hát könnyű, rothadt hús. Zombiból kapartad ki. Szó szerint. Kivágtad egy hullából. Ja. Ez ennyire gusztusos. Tip. Egyáltalán nem. Na. Na, mik a terveid most így nagyjából? Én befejezem ezt a galériát, amint mondtam. Á. Hogy hát végül is. Ja. Hát most előző részben elkezdtem, és most szépen befejezem. És remélem neked is tetszeni fog. Én is? Na jó, nem. Nem reméled? Akkor nem leszek agresszív. Jó, még mindig nincsen chestünk, akkor csinálok egyet. Hagyjad, csinálok. Ja, jó, kösz. Hol voltam? Clockwork. Igen, az kell nekem. Csak meg kéne várni, amíg kisül az üvegem. Tessék, ott itt még van. Be se raktam. Oda lehet pakolni. Á, kösz. Ó, de jó, pont most tessék. Sarrá fogok ázni. Legalább lehűt. Hát mondjuk az igaz, az baromi jól jönne most. Mondjuk nem itt a házon belül, de... Azért ennek nem örülnék. Szétcseszi az elektronikát. Hát, ja. A gépem, a teám... Mindent eláztat. Ja. Vizezett teát nem iszok, hagyja. Itt alapból vízből áll. De én szeretem sűrűn. Nem ízetlenül a teát. Kéne nekem egy könyv. Tudunk szerezni könyvet valamilyen mágikus módon? Persze, hogy ne. Várjál. Tessék. Szivacs, itt vagy? Ha. Itt vagy? Nem vagy itt. Erre nem olyan könyvet, amiben hát, már írtam. Hát szarügy. Szia. Ott a könyv. Elázott, elbasztad. Hát akkor most elmegyek cukornádért. De vedd fel a könyvet! Eljöttem onnan. Miattad... Fúj, tiszta! Aj, most miattam fúj! Vedd már fel, mire vársz! Lag! Igen, azok... Kötőjel, ping! Na, végre. Azért annyira nem rossz, ugye? De! Ugye? De! Ne, hallod, izé 5 másodpercen keresztül csak arra vártam, hogy felvegye a könyvet. Akkor találtam tögöket, akkor kéne csinálni valamit most. Jó. Már nem mondjuk nem most? Tudom mit. Ez ügyben. Arrébb dobott 4 kockányival. Sőt, nem visszadobott oda, ahol 15 másodperc ezelőtt voltam. Ó, Isten. Hát akkor vágjunk egyet, megpróbálom megoldani valami. Nem tudom hogyan, de... Ez nagyon durva. Hát ez élvezetes. Jó, ez a rész, ez ilyen lesz, azt hiszem. Ez kész varázslat, vaze. Hát így nem lehet semmit se csinálni tennek. Dehogy nem. Csak sokkal szórakoztatóbb, mint alapból. Hát szórakoztatóbb, hát így. Ja, nekem, ugye. Na nézzük. Jó, van, akkor szinte ma nem megyünk fel többet, és akkor legközelebbre kitalálok valamit. Nem, ezt fejezzük be.
Hát azt mondom, hogy ma már nem megyünk fel többet, tehát ez egy ilyen... Jó, rendben. Én meg izé, mondom, megcsinálom ezt a galériát. És várom, hogy reagáljon nekem a izé crafting table, a barkács asztal... Durva, tudom. Olyan hülye nevek vannak magyarul. Barkács asztal, ebben semmi hülye nincs. Az a durva, de, hogy mennyire alakból. Hát mert hozzászok fel az angol kifejezésekhez, annyi. Hát igen. Hát még teljesen normális a magyar is. Mondjuk nem mindegyik magyar normális, de a magyar nyelv az normális. Jó nehéz. Főleg a magyarok, azokkal kifejezetten nehéz. Van olyan magyar, aki magyarul se tud. Aha, magyar. Nem azon a személy igazolványban. Igen, vágom. Hint, hint. Mi? Miért vagyok te? Kiken, gyerünk már. Valami cukornádat. Léci. Csak három kell. Ennyi, csak három. El is felejtem mindig, hogy mennyire drága ez az kerítés. What? Visszadobott 5 másodpercet. Komolyan. Túl sokat játszok Dotával. Van Dotában egy hős. Nagyon durva ez a képesség egyébként. Visszadob téged 5 másodperc ezelőttre. És mindent őt visszaállítja 5 másodperc ezelőttre. Mindent. Ez taktikailag jó lehet. Helye, gondold el, hogy izé belemész egy csata közepébe, hogy jaj, basszus, most megölnek. Úgy? Nem. Aha, igen. Troll. Hát főleg, hogyha oda teleportáltál, és akkor visszateleportálsz a bázisodra, mert az volt 5 másodperc az előtt. Akkor ja. Nagyon kicsissze az ellenség, és akkor nézzük, hova tűnt. Ja, tényleg. Ő el tud tűnni. Ja, meg ugyanez a hős láthatatlanná tud válni. Ez tök jó. Hasznos. Bár semmit nem értek hozzá, de az is hát a izével, sőt, LOL vagy Dota nem játszottál egyikkel se? Nem, de tervezem, az nem ugyanaz. Jó, hát figyelj, hogyha Dotával van kedved játszani, akkor nyugodtan szóljál nekem. Megyünk egy meccset, botok ellen. Szopni fogsz, mint a torkos borz, de legalább elmondom, hogy miért. Igen. Tehát, de most ez a... Tényleg olyan játék. Minecraft azért sokkal elnézőbb. Most ez nagyban az én hibám amúgy, mert felfedezek, és ez biztos, hogy nem teszi út a szervernek, de ma végeztem, mert találtam cukornára. Aha, észre is venni a különbséget. Te meg mi vagy? Én Egon vagyok. Én kérlek szépen, az egyetlen Lube vagyok ez. A fajomból. Találtam valami virágot, mindjárt jön. Jaj, nekem! Majd... Igen, csak nekem. Ó, nem kellett volna, mármint tényleg ne. Milyen kaktusz? Ez egyetlen kaktusz szúrós. Ez? Sugarro cactus. Grows like a tree. Gives fruit after a rainstorm. Wow, ez nem is rossz hazudsz. Jól hangzik. Áááá, basszus. Pancserő. Oké, teleportálni ér. Mondjuk nem, mert még kell... Nem majd egy ilyen... Hogy is hívják azt az állatot? Melyik? Tehén, na. Te meg mi vagy, na megint. Só. Tapsolok. Ja, találtam só. Hogy is hívják ezt az állatot? Tehén, jó van, na. Felvétel közben állandóan ez történik velem. Kettő. Jó, akkor kéne még. 4. Nem mindig elszúrom. Mondjuk nem akarok túl sokat csinálni nem akarok túl sokat csinálni kerítésbe azért, mivel egyszerűen eléggé drága. De azért csak fát kell vágni érte. Egyszer. Hát jó, de azért most meg el kell menni. Jaj, nehogy már. Ja, azt mondom én is. Nehogy már fát vágni, jaj, letörik a körmöm. Homok szem került a gépezetbe egy kicsit. Yeah.
És akkor így. Van... Ez most a... Ez a részak most ilyen vándorlós lesz nálam. Jó. Na nálam meg ilyen... Ilyen kifelé utalgatós. Hogy így, hogy... Hogy úgy laggolok, ember, komolyan, hogy így visszaugrok másodperceket a világban. Jó, már megyek hazafelé, szerintem akkor egyen jobb lesz. Egyen? Legyen már kettővel, na, egy szín. Sajnos egyre fogja ma, majd legközelebb. Na, hogy csináljam ezt? No. Láttam teheneket ide feljövet, azokat le kellett volna kaszabolni, és most nem kéne keresnem őket. Mondjuk itt is befejezni. Egy, kettő. 3, 4. Ja, legyen 4. Még 4. Milyen vagyok? De legalább jó lesz a végeredmény. Mert, hát érted, itt eltökölök, hogy így, hogy na ilyen legyen, olyan legyen, olyan legyen. De legalább ilyen. Nem azért tökölök el, mert nem tudom, hogy kell csinálni, hanem nem tudom, hogy most milyenre szeretném. Egyébként tudom, hogy kell csinálni. Építettem már jó pár házat. Úgy, nem is rossz. És most jöhetnek a támpillére. Itt lett volna cukornát, komolyan mindegy. Azt hiszem lehet, hát évettem. Azt hiszed, lehet? Azt hiszem, lehet. Meg kell, hogy már az, hogy nem lehet. De azt nem hiszem, mert az nem igaz. No. Ja nem, megvan. Oké, itt lesz majd a síkság, és ott vagyunk. Csak tehely nélkül megyek haza, ez a baj. Itt pedig csajozni akár, de ugye. Nem, ott vannak a tehenek. Jó, gyertek. Ne most csajozzál, szivacs. Hogy van ez, hogy oda teszem, és akkor eltűnik? Slan, meg Enderman! Már nem izé eselt, mondtam az elejére. Van ez a... Pedig az nagyon undott dolog lett volna, hogyha azt mondtam volna az elejére, hogy essel. Nem most komolyan. Essel Enderman. Mondjuk azt tényleg essen át. Nem szeretem. Én nagyjából jó lesz. Csinálni kell egy izét. Ilyen... Hogy hívják? Kis terasz. Terasz. Visszajössz, meglátod. Ja, mindjárt visszaérek. Talán. Lehet, hogy satöbbé nem megyek haza, mert eltévedtem. Oké. Valahol ilyen helyen biztos nem voltam, szóval szerintem erre. Lehet hallani a kattyaimat? A micsoda? A kattokat. Ja, a kattingatásai. Nem. De én... Hogy már komolyan... Harmadjára ütöm ki ugyanezt a kockát. Kész, rage quit, szia. Nem. Ott van a házunk. Igen, direkt oda tettem azt a nagy oszlopot. Meg itt vannak a fák is. Ez nem is néz ki rosszul. Na, ugye? És főleg, hogyha... Ja, hogy onnan jössz, akkor látod is. Na és ide építek egy terasz. És akkor itt teázok. Ja. Watch this. Oké, akkor most már van mindenem, ami kell. Szerintem egy könyvhöz. Így, mi? Hoppá, csak egyet, köszönöm. Mi? És akkor most varázsolok egyet. Hadd nem. Ó, kinek haja. Hadd nem. Mit varázsolsz? Szóval ezt adom a földre. Aztán jobbik ezzel. It's magic! Oh yes! És ez az a szint lépős, tehát hogy most berakom ide. Nem tudom, hogy neked is mutatni fogja-e, de ilyen tier van. Tényleg, de zsír. És akkor benne van a izék, a Triforce darabok.
És oda középen mit kell rakni? Ezt is megmutatom. Várjál. Hogy is van? Itt van a halak, aztán a vízöntő. Középen mi van? Szerintem a Budapest TV. Azt stimmelne. Ja, na. Minden. Akkor ATV, akkor mindegy. Na. Miért tudom, hogy ezt felmondani? Szóval vas kell nekem, meg redstone. Redstone? Redstone. Ne legyél már ennyire parasztós. Redstone. De rossz. Igen, tudom. Akkor ezt csináld. Oké. Okay. Egy vas. Ezt a piston receptet folyton összekeverem. Mivel? Aztán kell nekem egy aura. Aura. Van... Mi van? Aranyunk? Ja, van. Ja, okay. Helyre hallottalak, bocs. Ízi eső, ez kicsit megzavar. De majd csak elmúlik. Hát... Talán. Elméletileg. Van olyan... Élt egyszer egy olyan ember, aki elméletileg látott már olyat. Ezek a blokkok, komolyan. Itt vagyok, és akkor izé... Megakad. Viszont én most nem lagolok, szóval... De hát te szerrel el, és kivételez veled. Aha. Szóval, hogy kell ezt? És fa, oké. Okay. Asztal. Na. Úgy. Jó. És akkor nézd meg, itt a kis utacska a teraszunkra. Mit csinál? Felrobbant legalább. Ó, arany. De csak félig, nyugi, csak félig. Ja, és még több ilyen van. Nézd már, mit találtam. Szívesen. Igen, ez szerintem még ez. Szívesen. Ez, tehát azt mondtam, hogy... Tehát azt mondtam, hogy egyszer találsz ilyet, azzal meg lehet tölteni az inventory-t, mert rengeteg van benne. Szívesen. Egy helyen. Köszönöm, Egon. Nincs mi, látod, teljesen szándékosan robbantottam fel magamra azt a creepert. Teljesen szándékos volt. Aha. Na, kaja, gyorsan, hol a kaja? Hol a kaja? Jó, ezt ez is nem érdekel. Nem. És akkor most csinálok egy force. Force volt. Force volt. Kaja van. Force evil. Kaja van? Aha. Nincs kaja? Vagy csak én vagyok, Vaksi? Van a hátsó cseszbe pár hús. Hátsó ládában még egy rohadt hús, jó lesz az. Oké. Okay. Csinálok egy kardot, ilyen force, force kardot. És akkor meg is mutatom neked, hogy ez hogy működik. Szóval van itt nálam egy force kard, így néz ki. És egy evil-t is csinálsz majd? Meg kéne várni mondjuk, amíg egy kis energiát több. Úgy arany királyság. Ezt beteszem ide a ládába, jó? Jó. Vagy igazából nem is ezt kellett volna basszus, hanem force rodra cukrot rakni. Van cukrunk? Mert a cukor az a speed, sebesség. És azt, hogyha azt rárakom a varázspálcára, akkor gyorsabb leszek tőle. Mi elég vicces. Kezdetnek megteszik, bemutassam, mit tud. Ez és hol vagyunk időben? Időben 18 perc. Jó, akkor szerintem ezzel véget... Tehát gyorsan megcsinál még egy szorodot, hogy jó, rendben. Én meg kivilágítom itt az erkét, meg meghalok. De most többet adok rá. Ha minél többet adok bele, annál nagyobb lesz a dolog. A max 3-at lehet. Szóval még 2-t rádobok. Ja, egy is elég. Úgy. Még egy. A franc, most csak vizében. Ja nem, még csak első szinten csak akkor kettő így lesz. Járt. Ja, akkor kettes lesz. Go! És most elindult szépen egy dologot. És hogyha az kész, akkor elméletileg lesz egy gyorsító varázspárcám, ami gyorsít, bár akkor az ő csak akarom. Rod of Speed 2 ráadásul, Speed 2, mert 2 cukrot raktam bele. Kipróbálom. És tényleg. És én megtettem ide. Valami mást.
Azt hiszem egy jump boostot is, hát persze, meg ad jump boostot is, de jó. Elmúlt. Na mindegy, ezzel el lehet játszani. És akkor most nézhetjük. Nézd csak. Na, ez, azt hiszem ezzel véget is érhet ez az epizód, ugye? Na, akkor. Aha. Sziasztok! Bye!